Közös bennünk, hogy nyerni akarunk. Elég érdekes helyzetbe kerültél a sajtótájékoztatón, mivel azt mondtad, hogy sérült vagy, és nem kaptad meg a játékengedélyed. Sokan mosolyogtak, viszont azt hiszem, egy lényegesen komolyabb történetről van szó. Mi ez? Hát ugye mindenki tudja, hogy tavaly történt egy eset, hogy szívizomgyulladást fedeztek fel nálam az orvosok. Több helyen is voltam, és idén úgy néz ki, hogy minden rendben van, de annyira nem jó a helyzet. Viszont többen úgy gondolják, hogy játszatok. Több orvos is megkérdeztem, hogy a több szem többet lát. Több orvos megkérdeztem, többen azt mondták, hogy játszatok továbbra is, de viszont Dunai városban nem adhatnak ki játékengedélyt, így felküldtek Pestre sportkórházba. Nem én akarlak megrémíteni, és nem akarlak a jégkorongról lebeszélni, de ez az utóbbi időben a magyar sportban és talán a világ egyetemes sportjában is rossz omen, hogyha a szív problémája van valakinek. Hát igen, alapvetően szív problémával egyik orvos sem javasolja a sportot, viszont én úgy gondolom, hogy folyamatos alap ellenőrzés mellett folytatni lehet mellett a sportot. És nem is fordult meg egy percig sem a fejedben, hogy feladod és civil szakma felé indulsz? Nem, egyáltalán nem is akarok erre gondolni, mert egyelőre fiatal vagyok, 20 éves, szerintem előttem az élet, és ha abba kell hagynom a hokit, akkor ám legyen, de egyszerűen nem mondok le arról, hogy további sikereket érjek el jégkorong terén. Elég érdekes volt a felkészülésetek a nyáron a Dunaújvárosnál, hogy essék szó tényleg a jégkorongról is, hiszen nem mindig edzői felügyelettel, de szigorú edzői ellenőrzéssel tettétek a dolgotokat. Hogy nézett ki ez a felkészülés? Hogy tetszett? Mennyire volt hatékony? Hogy érzed? Abszolút hatékonynak érzem. Nagyon sokat fejlődtünk a srácokkal, én úgy gondolom nem csak erőben, de mentálisan is. Úgy állunk oda minden mérkőzéshez, sokkal jobban állunk oda minden mérkőzéshez, szóval átlátjuk a dolgokat, és úgy gondolom, hogy nagyon alapos munkát végeztünk a nyáron, hála Jonathan Patrick McCallum vezetőedzőnknek. Meglátjuk, hogy mire lesz elég. Mindenféleképpen a legjobbat szeretnénk magunkból kihozni. Közös bennünk, hogy nyerni akarunk.